Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket, az ünnepi beszélgetéseket látják. Ha hiszik, ha nem, amikor bejöttem ide a stúdióba, akkor el kellett erősen gondolkodnom, hogy melyik székbe kell beülnöm. Mégpedig azért, mert a mostani vendégemmel legutoljára ilyen stúdió körülmények között úgy találkoztunk, hogy én ültem abban a székben, ő pedig ebben a székben. De szerintem túlnyomó többségben, ebben a stúdióban, ebben a díszletben, ebben a székben ő ül. Vakler Lajos kollégámat köszöntöm itt a stúdióban. És nagyon nagy öröm számomra, hogy most én ülhetek itt és beszélgethetek veled, hiszen megjelent a legújabb könyved, ami a Fehérvári Beszélgetések 4-es számú kötetét jelenti. Ugye most már ezt megelőzte 3, ezekről is már volt szó, de most akkor egy kicsit beszélgethetünk erről, és aztán szeretném, hogyha beszélgetnénk a mai műsorban egy picit az egész évedről, hiszen most egy picit visszatekintünk a 2021-es évre, amiben hát ez a könyv, megmutatom egyébként a nézőknek, egy ilyen szép, vaskos, több mint 500 oldalas könyv az, amit most itt a kezemben tartok. Mondj egy-két gondolatot, kérlek róla. Hát itt volt az ideje. Ugye továbbra sem változott a jelmondatom, ez már így van, vagy 20 éve, hogy képzeld el, amit kívánsz, kívánd, amit elképzeltél, és teremtsd meg, amit kívántál. Hát az egyik kívánságom erre az esztendőre az volt, hogy tudjam folytatni a Fehérvári Beszélgetések könyvsorozatot. Bejött. Azt szerettem volna, hogy olyan székesfehérváriak kerüljenek be a kötetbe, akik kiegészíthetem az eddigieket, tehát gondolok itt elsősorban, hiszen ebben zömmel a Vörösmarty Színház művészei vannak, jószerivel teljes a kör, illetve egy elmaradt könyv kapcsán az Alberigia Tánc Együttes táncosai, illetve az őket kísérő zenekar prominens tagjai. Ezt pedig azért gondoltam így, hogy fontos, hogy bekerüljenek, mert 2019-ben volt 70 éves az Alberigia Tánc Együttes, és akkor tervbe került, hogy lesz egy könyv erről a csapatról, egészen a régi nagyoktól, Bogárdi Lajos bácsi már még köztünk van, hála Istennek, Botos Jóskán át egészen a Töpörtyűkig, vagy a tizenéves fiatal tehetségekig, aztán ebből nem lett semmi, így aztán bekerültek ebbe. És nyilvánvaló, hogy olyanok is, akik nagyon sokat tettek Székesfehérvárért, nyilván, hiszen a városunk nem csak a kultúra, a zene, a színművészet városa, hanem a gazdaság városa is. Értelemszerűen így került be Karsai Béla például, vagy éppenséggel az orvosok közül a Gervany Simon házaspár. Ugye beszéltük azt az elején is, mutattam itt a nézőknek, hogy vaskos ez a kötet, de azért ez egy nagyon nagy dolog szerintem, hogy ez idén ki tudott jönni, mert hát azért itt kicsit azért beszélhetünk erről is, hogy a pandémia miatt ugye azért nagyon sok találkozásra egy időszakban nem nagyon volt lehetőség. Tehát azért ahhoz képest ez egy nagyon nagy dolog, hogy így kijött ez most. Hát az imént, ahogy már említettem, a táncosok jószerivel megvoltak. Zenészek kevésbé, tehát a népzenekarok, gondolok itt a Tilinkó, illetve a Szettevette, és még volt egy zenekar, most hirtelen nem jut eszembe a nevük, de tehát ők is, de a többi az megvolt, és adta magát. Annál is inkább, például Gervany Judittal úgy kerültünk mi kapcsolatba, hogy írt egy fantasztikus elemzést a Covid-járványról, ami megjelent külföldi szaklapokban is, és vele beszélgettem ennek kapcsán, és kiderült, hogy olyan színes, változatos az élete, és többek között ő is ahhoz a csapathoz tartozott, Simon Gáborral, a férjével együtt, akik Gogh Árpád hívására jöttek Pécsről, Székesfehérvárra, hogy egyszerűen elkerülhetetlen volt, hogy meghívjam a fehérvári beszélgetésekbe, és utána az írott változata is nyilvánvaló, hogy megszületett. De benne van Müller Cecília is. Így van, hiszen ő pedig Szent István díjat kapott, és ráadásul vele mondhatom azt, hogy 20 éves barátság fűz hozzá, hiszen amikor megyei tiszti főorvos volt, akkor nagyon gyakran beszélgettünk, nyilván nem ilyen kényes helyzetekről, de azt hiszem, hogy amikor influenza járvány volt, és így tovább, akkor mindig hozzáfordultunk, mert akkor is segítőkész volt, és hát szakmailag pedig felsőfokon. Azért mondjuk el a nézőknek, hogy itt ugye arról van szó, hogy a Fehérvári Beszélgetések című tévéműsorunk alapján írod meg a cikke, illetve ezeket a
portrékat, ha lehet így fogalmazni. Itt ugye azért már ezt megelőzte három másik kötet. Így van. Ahogy én látlak téged a hétköznapokban, inkább a kultúra és a sport talán az, ami jobban érdekel, de mi az, ami alapján egyébként választasz akár bármelyik kötetedbe bárkit? Vagy csak egyszerűen egyébként, mert lehet, hogy úgy van, mint nálam, nem tudom, hogy megyek az utcán, vagy megyek a forgatásokra, és hogyha olyan embert látok, aki engem érdekel, akkor ő. Nem, ahogy már megfogalmaztuk, Székesfehérvár sokszínű. És ráadásul olyan sikeres emberek élnek itt, és nem csak a sikeres emberek érdekelnek engem, hanem azok is, akik valami különlegeset csinálnak. Hát azért nagyon is jól tudjuk, hogy Cseri Zsuzsi a dolga az egyfajta küldetés, egy olyan misszió, amit senki nem próbált, és ma már az ő segítő csapata nagyon sok mindent kiköszönhet neki, nagyon sokat. Kicsik, nagyok, felnőttek, mindannyian. Tehát a Cseri Zsuzsi így került nekem látókörömbe. Vagy éppenséggel Fűries Csenge. Ugye ő székesfehérvári kötődésű, de soha nem fog. Ugye úgy jelent meg, hogy úton a Metropolitanbe. Kevesen tudják, hogy junior prima díjas lett, és hát azt mondom, hogy olyan kvalitású énekesnő, amilyen Magyarországon még nem született. Véletlen volt a találkozásunk értelemszerűen, de egy kicsit sem bánom, hogy sikerült őt meggyőznöm, hogy jöjjön el vendégként ide. De ugyanez vonatkozik a kárpátaljai barátomra, Vári Fábián Lászlóra, aki néha vendég Székesfehérváron, de mindig csak egy-egy napra érkezik. És ő egy olyan költő, olyan író, aki én azt gondolom, hogy a teljes nemzetegységét képezi le az írásaiban, a költeményeiben, hiszen esszőíróként is jeleskedik. Most, hogy így belelapoztam, látom az egész Kneifel család szinte hát minden tagja itt van. Hát a Kneifelimi, Kneifel Gyuri, Kneifelnél Lackó Krisztina, Kneifelimi első felesége, Vasévi, tehát ők azért az Alba Régia Táncegyüttest egyrészt kiszolgálták, másrészt megszolgálták abban az értelemben, hogy zenével és táncosként nem különben. Uh-huh. Mindegyiknek egyébként ilyen érdekes címet adsz, a név és valami, ami rá jellemző. Ami abszolút. Mi az, ami... Tehát gondolom, hogy neked ezeken nem kell gondolkodni. Nem. Hanem csak úgy jön. Úgyhogy igazából nem is nagyon emlékszem rá, hogy vannak érdekesek benne. Például Kneifelnél Lackó Krisztináról azt írod, hogy Kneifelnél Lackó Krisztina és a szépség hitelessége. Igen, hiszen ő egyik oldalról egy olyan személyiség, aki nőként is, tehát érdemes ránézni, érdemes követni, másrészt pedig olyan felelősséggel bír műsorvezetőként és táncosként is olyan volt, hogy azt mondom, hogy az egyszerre volt benne az a magas szintű szakmai alázat és a szépség. Nos, ennek a kettőssége az fantasztikus. Ez rád is vonatkozik egyébként. Jaj, de kedves, hogy köszönöm szépen. Kovács Tamás és a 2.0 mindensége. Ez egy nagyon kívülről érdekesen hangzó cím. A 2.0 az ember tragédia 2.0, ugye a négy szerzőt végigkísértük, illetve a négy rendezőt, és abból egy hosszú műsor készül. Ugye a 2.0-ról tudjuk, hogy mit jelent a köznapi életben, és azt is tudjuk, hogy Kovács Tamás milyen. Ő berobbant a köztudatba, mint egy sármos, fiatal, fantasztikusan jóképű színész, aki ráadásul tehetséges, és ő igenis vallja a 2.0 mindenségét, mert hogy ennek tükrében teszi a dolgát, és éli az életét, a mindennapjait. Uh-huh. Picit beszéljünk, mert szerintem méltatlan lenne, hogyha nem említenénk meg azokat, akikkel együtt dolgozol, amikor egy-egy ilyen könyv megszületik, például a kedvesed. Ugye igen, a fotók azért... Jobbik fel az állandó fotóriporter. Nyilvánvaló, hogy olyan képek kerülnek be ebbe a kötetbe, tehát ez nem olyan, mint a sportkönyv vagy a többi, hanem egy jellemző portré. A színészeknél könnyű dolgunk van, hiszen Erika fotózza a színházat, egyébként pedig olyan képeket választok, és olyan képeket szeretnék viszont látni a könyvben szereplőkkel együtt, ami valamelyest jellemző rájuk. Tehát egy sima portréfotó, ami mint a személyigazolványban, vagy akárhol, vagy az útlevélben szerepel, az nekem nem oké. Emellett állandó munkatársam Tóth Adri, a tördelő szerkesztő, tehát ez egy nagyon-nagyon fontos funkció, annál is inkább, hiszen a könyv küllemét azt ő határozza meg. Nyilván megegyezünk
dolgokban, hogy mi illik hozzám, meg ezekhez a portrékhoz, de hallgatok rá, teszem hozzá, és hát Bakonyi Pista barátom a lektor. És hát itt a Vörös Marti Társaság és is, a ugye? Láncos, a Vörös Marti Társaság az úgy kerül a történetbe, mint kiadó, hogy Magyarországon borzasztó drága. A barátságon túl persze, hát egyértelmű, hogy ez jó, hogy a Vörös Marti Társaság mellettem van, de egyénnek kiadni könyvet az nem éri meg semmilyen értelemben. És akkor ők felkarolnak és segítenek. Ők felvállalják a kiadóit, annál is inkább, hiszen ez a Láncos Szekvő Alapítvány jó voltából jöhet létre, és természetesen vannak támogatók, mint az Aranybulla ZRT állandó támogató. Szeretném, még azért is hoztam el ezt a könyvet most így hirtelen, nem csak azért, mert olyan szép és jó fogni, hanem hogy az előszót felolvassam, mert az is annyira szép, ilyen Lajoshoz méltó, és Lajosnak azért azt biztos tudják a nézők is, hogyha egy híradós anyagát megnézik, akkor már látni olyan gyönyörű színes, illetve hallani olyan gyönyörű színes és tényleg kiszínezett mondatokat, ami szerintem csak rá jellemző, és senki nem tudná soha utánozni. Úgyhogy ezt most, ha megengedik a nézők, akkor felolvasnám. Remélem, hogy látni fogom. Mostanság, amikor is tetszik, nem tetszik, kozmopolita olvasztó tégelyben a sokszínűség hamis lobogója alatt a szellem minden árnyalatát szürkévé, satírozó világban élünk. Én azt tapasztalom, hogy előbb vagy utóbb mindenkit utoléri a lelke. Amióta lejegyzem beszélgetéseimet, előtte mindig felteszem magamnak a kérdést, lehet-e, kell-e folyamatosan a harc a ma, a holnap és a holnap után kultúrájában élni, a múlt mindenféle méltánylása nélkül. Nem folytatom, mert szeretném, ha ezt az olvasók kézbe vennék majd ezt a könyvet, és végigolvasnák. De hát ezek a gondolatok honnan jönnek? Onnét, hogy én azt tapasztalom, hogy mindenki a jövőt tekinti, a jövőre tekint. A mának él, de mindig a jövőről beszél. A múltban révedezőket, mint például engem, pedig azt nem mondom, hogy elítélnek, de megítélnek. És néha előfordul, hogy kinevetnek, máskor nem. A lényeg az, hogy igenis, tehát egy ilyen visszatekintés soha nem múltban révedezés, egész egyszerűen, hiszen tőlük kapjuk azt a muníciót, ami mind a mai napig és minden napon éltet engem, téged, mindnyájunkat. És ez engem rettenetes módon idegesít, aki mindig a jövőre hivatkozik, hogy majd holnap. Lesz holnap természetesen, de azért ma kell tenni, és egy kicsit használni azt is, amit kaptunk a múlttól. Uh-huh. Én szerencsés helyzetben vagyok, mert hogy kaptam a múlttól, nem csak a saját múltamtól, hanem sok mindenkitől, és ezzel próbálok élni. Maga ez a műsor és az a könyv, amikor megszületik, akár hányadik, szerintem 20-25-30 részről fogunk még beszélni, mit ad neked? Megerősítést. Megerősítést annál is inkább, hiszen vannak visszajelzések. Most, hogy megjelent, azért jó, hogy felhívnak, és beszélgetünk róla. És itt nem csak mert itt általában ugye a város élvonalába tartozó emberekről van szó, tehát az nekem nem megerősítés, hiszen már 1000 éve ismerem őket, hogy azt mondja Gáspár Sándor, hogy oké volt Lajoskám, vagy megpuszil Varga Mari, vagy Tóth Ildi. Ez egy dolog. Vagy hogy kezet fognak velem. Nem, sokkal inkább, hogy talán akkor ez egy jó út. És ez ugye nem csak engem reprezentál bizonyos értelemben, hanem a médiacentrumot is. Maguk azok, akikkel beszélgetsz, meg akik elolvassák magukról a portrékat, milyen visszajelzéseket adnak, azon kívül, hogy oké volt? Nincs beleszólásuk, hogy mit írok, mert hogy ez egy élő műsor alapján készül. Nem is így értettem, hanem hogyha majd a kezébe veszi bármelyikőjük, és akkor azt mondja, hogy mert azért biztos elmondják a részletes véleményüket. A Csámpinak, tehát Gáspár Sándornak például nagyon tetszett, most hívott ma délelőtt a Majoros család, Andor és Robi, hogy úgy szintén, tehát jó néhányan már visszahívtak, és azt mondták, hogy oké, ennél több nekem nem kell. És hát volt is egy bemutatója, múlt hét pénteken, ha jól emlékszem. A színházban sokan voltak. Picit beszéljünk még emellett arról, hogy azért én nem tudom, te hogy csinálod ezt. Tehát, hogy minden nap, ezt el kell, hogy mondjam a nézőknek. Tehát a Lajos minden reggel itt van már olyan, hát szerintem 7:30, de lehet, hogy túlzok.
de amikor én beérkezem 8 óra előtt, akkor a Lajos minden nap itt van. Biztos, hogy megvág 3-4 anyagot a híradóba, amit előző este leforgatott. Tehát ő még ugye este jön, megy a városban. Megvágod az anyagaidat, akkor ez mellett ellátja a napi riporteri, szerkesztői feladatokat híradóba, még hogyha kell, akkor pluszba forgat. Napközben lejön a stúdióba, mert leszervez magának szerintem nem tudom hány beszélgetést, mi mindig csak itt nézünk, hogy a Lajos már megint jön, megy, a Lajos már megint a stúdióban van, de valahogy mégis mindig elkészülnek a híradós anyagok, a Paletta magazin anyagok, az Agrárinfo anyagok, tehát hogy valami elképesztő az a munka, amit csinálsz, és közben meg azt látjuk, hogy egyébként ha lenne is időd, vagy lenne lehetőséged arra, hogy szusszanj egyet, akkor sem teszed. És még amikor hétvégére nincs beosztva a Lajos, akkor is elmegy és megcsinál néhány anyagot. Na, ezt meséld el, hogy akkor emellett hogyan van idő egy ilyen 500 oldalas könyv megírására? Ugye mindennek rendelt ideje van, ezt tudjuk a Szentírásból. Tehát azért beosztom az időmet. Nyilvánvaló, hogy otthon is vagyok, pihenek is. Erikával is sokat vagyunk együtt, tehát akkor otthon nincsen semmi más. Ez az egyik része. Viszont amikor elhatározom, hogy ezt csinálom, akkor azt csinálom. Tehát semmi más nem létezik. És ezzel így vannak a könyvekkel, ugye? Mert hogy ez a híradós anyag az rendben van. Tehát azért mondom, 60 felett a rutin sokat segít egyik oldalról, tehát már nagyon sok újdonságot nem tudnak nekem itt Székesfehérváron mondani. Nyilvánvaló, hogy más a történés, de az sokat segít, tehát egyrészt az olvasottság, minden reggelemet továbbra is a sporttal kezdem, a napi lapokat átolvasom, és most már évtizede engem is elért az online forma, tehát figyelemmel kísérem a történéseket. Tehát ebben semmi csoda nincs. A könyveket most már segít az okos telefon, hogy nem hallomás után írom, hanem szöveg szerint. Uh-huh. Úgyhogy ez azért megkönnyíti az életet. Igen, akartam is mondani azt, hogy az is látszik, hogy nagyon tudsz haladni a korra. Tehát attól függetlenül, amit mondtál az előbb, hogy azért nem annyira biztos, hogy a jövőbe akarsz tekinteni, mégis nagyon jól haladsz kénytelen, vele. Kénytelen vagyok. Tehát most is lassan írok. Tehát soha nem leszek gyors és gépíró semmilyen értelemben, mert gyorsabban gondolkodom, mint ahogy le tudnám írni, ez idegesítő. Az tény, de azért valahogy boldogulok mindig. Uh-huh. Amikor egy-egy vendég jön ide a stúdióba, akkor szintén egy találós kérdés ez számomra, hogy arra is egyrészt, hogy van időt felkészülni, mert hát nyilván felkészülten ülsz ide, és tényleg mikor, hogyan szerzel információt esetleg olyan emberről, akit mondjuk lehet, hogy annyira nem ismersz olyan mélységekig? Hát a mélységeket kutatom, ezért aztán próbálok olyan információkat gyűjteni, ami nem bulvár. Tehát egy dolgot soha nem csinálok, bulvárműsort soha nem csinálnék. Tehát úgy, hogy valakinek a lelkébe másszak, hogy mélységeket kutatom, hogy ki kivel, mikor, hogyan és miért, az nem. Az nem játszik nálam, nem is fog soha. Tulajdonképpen egyszerű. Tehát én azt mondom, hogy itt a könyveimben szereplők élete nyitott könyv. Az egy dolog, hogy én másként kérdezem őket, mert nagyon sokat forgolódom emberek között, köznapi emberek között. A barátaim zöme köznapi ember. Tehát nem médiában dolgozik, nem sztár a saját hivatásában. Éli az életét tisztességgel, becsülettel, családban vagy család nélkül, ez ilyen értelemben mindegy. Uh-huh. Ezért aztán tudom, hogy mi kell a köznapi embernek. Nem a színésznek, nem az X-nek csinálom a műsort, és leginkább nem magamnak, hanem a nézőknek. Uh-huh. Az egy jó gondolat, hogy kérdezni tudni kell, mert hogy tényleg például, hogyha csak azt a múlt heti híradós anyagot láttam, amikor a kötetbemutatód volt, akkor Varga Tamás is azt mondta, országgyűlési képviselőnk, hogy nagyon szereti, amikor te kérdezel. Tehát hát akkor ezek szerint kellőképpen. Én szeretem, ha úgy van felépítve egy beszélgetés, hogy mondom, hogy a köznapi embernek készüljön. Nagyon szívesen elbeszélgetek mindenkivel,
már olyan magasságokban vagyunk, mint a csomolunkma, és a közönség megvárja, hogy akkor most már mondjuk ki, hogy miről is van szó. Uh-huh. Nem, tehát ilyen velem nem fordulhat elő, ehhez nyilván fel kell készülni. De mondom, én az egyszerűséget kedvelem a beszélgetésekben is. Tehát terminus technikusok nincsenek, uh-huh. vagy csak nagyon kevés. Beszéljünk egy picit az idei évről, ne csak a könyvekről, illetve könyvről. Igen, még volt azért más is, úgyhogy akkor szerintem egy picit menjünk vissza így az év elejére, és akkor vesézzük ki, hogy mi minden történt, mert azért nem csak a fehérvári beszélgetések született tőled, a hétköznapi munka mellett. Az év mindenféle szempontból. Tehát először is az Erika édesanyja és az én édesanyám is idős, tehát 85 körül vannak. Tehát ez bennünket rettentesen megvisel, hiszen felelősséggel viseltetünk a családjaink iránt, ami azt jelenti, hogy folyamatosan kellett velük foglalkoznunk. Eddig is megtettük, csak most már kicsit másként, hiszen a koronavírus járvány okán vigyázni kellett rájuk, sokkal többet törődni velük. És nem csak arról van szó, hogy bevásárolunk-e vagy sem, hiszen nekem ott van a húgom, aki szintén segített ebben, hanem arra is figyelni, hogy minden rezdülésük, hogy nehogy valami bajuk essék. Uh-huh. És ráadásul ez felelősségre sarkal abban az értelemben is bennünket, én azt hiszem, ez mindenki így van ezzel, hogy önmagára is vigyáznia kell. Tehát nem szerettem volna koronavírusos lenni, ezért aztán oltás 1, oltás 2, oltás 3, ugyanez Erikánál, és mindent be kellett tartani. Ha maszkot kell viselni, akkor maszkot viseltünk, és így tovább. Tehát minden egyes pillanatban oda kellett figyelnünk. Ez határozta meg az idei évet. Ráadásul ott volt a home office, ami sokaknak nagyon-nagyon rossz. Nekem ilyen értelemben jól jött, hiszen a másik két könyvemben nagyon sokat segített, hogy így ebben az esztendőben így három könyvem jelenhetett meg. De hát ettől még mindig nem szabadultunk meg. Tehát most ugyanolyan stádiumban van szerintem a közegészségügy ebben az értelemben, hogy oltás és oltás ellenesek, hiszen ezt is tudjuk, hogy ez is elterjedt, és egyre inkább dívik, ha úgy tetszik. Szóval ez egy rendkívül nehéz év volt. Mondtál még két másik könyvet, akkor egy picit beszéljünk azokról is. Igen, hát az nagy büszkeségem volt a Demeter Vili bácsi, ugye, aki Fejér megye és Székesfehérvár díszpolgára, hogy a család felkért arra, hogy a Vili bácsi életrajzi kötetét szerkesszem meg. A története borzasztó egyszerű, a Vili bácsi egyik lánya Magdolna, aki középiskolai tanár, nyugdíjba vonulása után bevonult az érdi női ciszterapátságba, és a Vili bácsi látogatásai idején elmesélte az életét. Úgy, ahogy egy ember mesél valakinek, akit szeret. Jót, rosszat, mindent. Vili bácsi élete fantasztikus volt, hiszen tudjuk, hogy megjárta a háború poklát, Szibérián túl fogságba esett, ott töltött éveket, hazakerült, megházasodott, 7 gyönyörű gyermeke született. Tudjuk, hogy például Demeter Jóska, az első öttusa Európa-bajnokunk, és az unokái közül a Bence és a Gergő is fantasztikus öttusázók voltak, de valamennyi gyermeke és unokája nagyszerű ember. Nos, hát a család szavazott, én nyertem. És szerencsém volt, mert hogy ez fülébe jutott Cserpakovics András polgármester úrnak, behívott és mondta, hogy a város ezt támogatni fogja. Játékosan megjegyezte, hogy ő írja az előszót. Ugyanezt történt a sportkönyvvel, ez régi álmom volt a sportkönyv, hiszen nem csak a saját labdarúgó pályafutásom okán, de a sport az mindig az elemem volt, az alapvetésem. Azt is elmondtam már sokszor, hogy 6 évesen kaptam az első sportot, a nagymamám Iváncsán ment át a postára, ami szemben volt a nagymamánk házával, és egyetlen egy sport volt, ami árus, 1 forint 20 fillérért népsport, és azt hozta nekem. Tehát azóta, ha úgy tetszik, 50x éve folyamatosan. És ráadásul olyan fantasztikus Fejérvár sportélete, hogy nem hagyhattam ki, hogy egy sportportré könyvet is összehozzak. De mondom, tehát ilyen értelemben a koronavírus járványnak nagyon sokat köszönhetek. Uh-huh. És akkor ez mellett ugye csinálod még a napi dolgokat, a műsorokat, a palettát, az Agrárinfót, azért elég sokat. Az Agrárinfó azért fontos, az a legfontosabb műsor, azt meg kell, hogy mondjam, nekem.
mert hogy ugye az én szlogenem, ami most már országszerte ismert, hogy a paraszt nem lehet szitokszó Magyarországon, most már én akkor még úgy mondtam, hogy a mezőföldön a paraszt nem lehet szitokszó, ez így is van. Plusz azért Erdélyben mindig látjuk, hogy vedd a hazait, védd a hazait, illetve helyitől veszem, helyit eszem, helyitől veszem, mert helyin az eszem, ugye ez kint van a Súzgyuréknál a biopiacon. Igen, fontos számomra, hogy megismerjük az agrárgazdákat. A paletta meg szárnyal a fehérvári kultúra. Ott meg aztán végképp nincs nehéz dolgom. Még mindig azon csodálkozom egyébként, hogy tényleg nem, hogy most ez az új kötet, de még kettő, és még minden belefér, tehát elképesztő. De azt nem tudom, hogy ennyi információ, ennyi név, ennyi élet, ennyi tényleg sors, út, hogy fér meg minden ez egy fejben? Függő. A rossz embereket elfelejtem, és azért így is nagyon-nagyon sok van a fejemben, mégpedig azért, mert hogy... De olyan nincs, hogy eddig vagyok. Azért, mert figyelek rájuk. Tehát és nem csak... nem tudom, ezt talán örököltem. Az írás egyébként valahol neked hobbid is? Mert hogy én tényleg azt veszem észre rajtad is, hát ha tisztában vagy vele, hanem azért mi mindannyian szerintem téged nagyon durván munkamániásnak tartunk, és hogy gondolom, hogy akkor ez azzal járhat, hogy te ezt annyira szereted csinálni, hogy nem nagyon van másra szükséged, illetve hát nyilván az Erikával a magánéletetekre, de egyébként mondjuk az ember szórakozni jár a színházba, te oda dolgozni jársz, de persze nyilván mellette szórakozol is. Hát nyilván, mivel minden előadást látok kétszer, úgyhogy kell, hogy szeressem, de ugyanez vonatkozik a balettszínházra, a szimfonikusokra, tehát ez szórakozás. Ettől még járok moziba, nézek tévét otthon, mind nagyon sok hülyeséget nézek egyébként. Miket nézel? Hülyeséget. Hát ilyeneket, hogy raktárvadászok, zálogcsillagok, venni vagy nem venni, tehát építkezős műsorokat nézek, tehát sok National Geographic, History, és így tovább. Észbontókat, imádom. Tényleg? Az észbontókat, a mi kis falunkon nőttem fel. Ebben az értelemben, hogy filmnézés szempontjából. Uh-huh. És még egyébként hogy tudsz kikapcsolni, hogyha le kell tenned olvasok. Mondjuk a... Olvasok. Hát mint a Vörös Marti társaság úgymond tiszteletbeli tagja, minden esztendőben 10-15 kötet jön hozzám. Pestről is, mert most már Pestre is írnak. Aztán bizonyos értelemben kénytelenség, de például egy-egy életművet végigkísérek. Tehát most, hogy Elsimon László például a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója lett, én őt íróként, novellistaként ismertem meg, aztán abból lett, hogy Kápolnásnyéken mi mindent tett, és így tovább, aztán olvastam a verseit, most, mint a Nemzeti Múzeum főigazgatója, fejest ugrott a mély kultúrába, ha úgy tetszik. Számtalan írása jelenik meg, tehát olyan esszék és hozzászólások, amelyek ugyanez. És a barátaim többsége szintén ebben a cipőben jár, tehát Bakonyi, Bobori, Sajtos, Lajos, nem sorolom a Vörös Marti társaság tagjait, hölgytagjait, Pélmaklár is, folyamatosan ellátnak engem olvasnivalóval. Akkor úgy látom, hogy az egyik kikapcsolódási mód neked a tájékozódás. Tájékozódás így van. Meg, hát, ha valamit megálmodok, akkor azt igyekszem végigvinni. És sok álmam van. Uh-huh. Na, ezt akartam kérdezni, hogy picit térjünk majd át itt a műsorunk vége felé arra, hogy milyen jövőbeli terveid vannak a jövő évre például vonatkozóan. Vannak-e könyvek, mi van a fejedben? Mint például nekem is már most már gyűlnek. Igen, tudom, hogy a film. De hogy már nekem négy ötletem van, és nem tudom, hogy csinálunk fogom megcsinálni. Te is csinálsz filmet, én is. Én ugye 2019-ben már megvolt a pénz, paripa, fegyver, minden, a horvát nagykövet hozzájárulása és segítsége, hogy Dubrovnik, Split, Trogir, Klissa, Novigrád, Biográd vonulatot megcsinálok, tehát a Szent Királyaink nyomában. Film, illetve Királyaink, illetve Szent Erzsébet is, aki nem volt királynő. Tehát azt megcsináljuk, aztán bejött a Covid,
ezt szeretném jövőre, aztán nagyon szeretném, hogy legyen versünnep és verstábor Csíkcsomortánban, csíki versünnep is legyen, aztán a könyveim, azt egyszerűbb felsorolni, mert az biztos, hogy lesz. Először is a Fehérvár krónikájában ugye szócikkeket írok a sportról, a kultúráról, benne a színészet, a palettszínház, a szimfonikus zenekar és az orvosok az enyém. Hogy az jelenjen meg, az biztos, hogy megjelenik, tehát nincs kétségem felőle. Legyen egy ötödik kötete, ha már Hagymási András, a mi igazgatónk azt mondta, hogy ez középszó a negyedik, mert a hétnek a közepe. Ő hetet mondott egyébként, hogy hét ilyen kötet. Tehát azt szeretném... Ebben kik lesznek? Terveid szerint, vagy még nem gondoltad ki? Az orvosok. Orvosok, hiszen jövőre 200 éves a Szent György Kórház, és tekintve, hogy megbízást kaptam a Magyarok krónikájában, hogy írjak orvosokat, de azok csak egy rövid szócikk, tehát 5000 karakter körül vannak, és egy teljes élet nem fér el, ahhoz kell 20000 karakter, 25 nyilvánvaló, és ez helyek közel meg is van már, tehát ők szerepelnek benne. Plusz a sport, Fehérvár sportkönyve második rész, és most kaptam egy megbízást Szabadbattyán önkormányzata szeretné megjelentetni a tragikus körülmények között elhunyt nagyszerű labdarúgóedző Jung József emlékkötetét, és mivel nekem barátom volt Jung Jóska, aki a Videoton ifjúsági csapatában számtalan egy válogatott labdarúgót nevelt, úgyhogy elvállaltam ezt a feladatot, aztán majd meglátjuk, hogy hogy lesz. De omikronmentes évet várok most már 2022-től. Hát így legyen, Lajos. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és... Hát akkor én meg azt kívánom, hogy jövőre, ugyanilyenkor, már beszélgethessünk arról, hogy megjelentek ezek a könyvek, és minden megtörtént, amit most kívántál. Bízakodó vagyok, köszönöm szépen. Én is köszönöm. Minden jót. Önöknek pedig köszönjük a figyelmet, az ünnepi beszélgetéseket látták Vakler Lajossal. Viszontlátásra!